Kulturális támogatás, gazdasági megerősítés, évet értékelt az államtitkár Pécs képviselője. 300 iskolás vett részt a futóversenyen, a befolyt összegből kaptak sportszereket Királyegyházán. A kérdező került a vendég szerepébe, folytatódott a Cirfandi Esték beszélgetés sorozat. Új helyszín Pécsen a szabadidő sportolásra átadták a Kertvárosi Sportparkot. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Hazánk fordítja a legtöbb forrást a kultúra támogatására az unió tagállamai közül, ebből a vidék sem maradt ki. Ezért kap kiemelt támogatást Pécs is, mint a kultúra városa, mondta stúdiónkban Hopál Péter államtitkár. Az idei évet értékelte a Politikus Kerekasztal című műsorunkban. Országgyűlési képviselőként választási körzetének gazdasági megerősítését tartja a legfontosabbnak, hiszen ez az a terület, amelyik a bányák bezárása miatt elveszítette anyagi gyarapodásának bázisát. A képviselő azt mondja, jövő tavasszal újraindul a parlamenti választáson, és szeretné elnyerni megint a körzetében élők bizalmát. Az Eurostat idei adatai szerint a GDP 2,1%-át költi kultúrára Magyarország. Ezzel az Európai Unióban listavezető, mondta stúdiónkban Hoppár Péter, kulturális államtitkár Pécs országgyűlési képviselője. Pécs a hazai kulturális élet egyik fontos helyszíne, ezért kérte az államtitkár a városi intézményrendszer nagyobb támogatását. Méltó és illő volt, és szerintem eddig nem volt rendben, hogy nem így volt, de most a mi előterjesztésünkre a kormány elfogadta, hogy a korábbi 500 milliós állami támogatás helyén már 1 milliárd 770 millió forintos állami támogatás érkezett a Pécsi Kultúrás Intézményrendszer működtetésére, ez a Zsolnai negyed, Kodály Központ és a Pannon Filharmonikusokat illeti. Az eddigi pozíciókat szeretné megőrizni jövőre is a választási évben. Ezt segítik az elmúlt 3 év alatt elért eredmények, mondja a politikus. Hivatalom és szolgálatom előtti években 30 millió forint körüli támogatás érkezett, művészeti és közművelési tevékenységre külön támogatás Pécsre, és az államtitkárságom óta ez felugrott 30 millióról 400, majd idén már 500 millió forint fölé, akkor azt mondjuk, hogy ez ideális helyzet, és hogyha ezek a pozíciók a gazdaságfejlesztésben és a munkahelyteremtésben is stabilizálhatóak, és tovább vihetőek, akkor már sokat nyerünk. Pécs-Kelet Komló tartozik többek között választási körzetéhez, ahol a bányászat megszüntetése óta gazdasági válság sújtja az itt élőket. Ebből kezdenek lassan kikapaszkodni az itt élők, ezért a gazdasági növekedést kell erősíteni a jövőben is. Hűbele Balázs kalandorokra nincs szükség, ebben a közelben munkás kezekre van szükség, és nagyon kemény budapesti érdekérvényesítésre van szükség annak érdekében, hogy az említett évtizedes problémáinkat a jövő szolgálatába állítva minél hatékonyabban tudjuk kezelni. Én erre vállalást teszek, hogyha bizalmat a jövőben is megkapom, akkor tisztelettel fogok tovább szolgálni. Ezért várja már a tavaszi országgyűlési választásokon a megmérettetést. A Hoppár Péterrel készített évértékelő beszélgetésünket teljes egészében a Kerekasztal című műsorunkban láthatják. Megdőlt a téli villamos energia csúcsterhelés azzal, hogy 6%-kal meghaladta az idei nyári csúcsértéket. Az ellátórendszer az extrém terhelés mellett is elegendő tartalékkal rendelkezik, nyilatkozta a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Scherer Zsolt hozzátette, a téli magasabb fogyasztás amiatt van, hogy hamarabb sötétedik, és emiatt több villanyt használunk. Kiemelte, a bővülés egyik jelentős oka egyértelműen a klímaberendezések terjedése és a klímaváltozás, míg a 2000-es évek elején a téli és nyári csúcsterhelés különbsége bőven meghaladta az 500 megawattot, az utóbbi évek tendenciája azt mutatja, hogy a különbség néhány száz megawattra csökkent, sőt 2015-ben a nyári csúcsérték meg is haladta a télit. Tavaly 32 milliárd forintot költött a rosszindulatú emlődaganatos betegek gyógyítására az egészségbiztosító, 7 milliárd forinttal többet, mint 2015-ben, írja a Világgazdaság. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2010-től idén év elejéig 2657 nő mellhelyreállító műtétjét támogatta. Csak az elmúlt évben 459 beavatkozást finanszírozott, csak nem 89 millió forint értékben. A lap azt írja, az idén szinte biztosan nőnek az ilyen célú kiadások, miután csak az első fél évben 324 műtétre 73 millió forintot fordítottak.
Labdákat és különböző sporteszközöket kaptak a Királyegyházi Általános Iskolások csütörtökön. A kicsik a szeptemberben megrendezett együtt gyermekeinkért futóversenyen vettek részt, mintegy 300-an. A megmérettetésből befolyt összegből vásárolt sportszereket a szervező Lafarge Cement-gyár. A cég ajándékából összesen 4 iskola részesült, akik a testnevelés órákon és a szabadidős foglalkozásokon használhatják a sporteszközöket. Mindig az iskolaigazgatók azok, akiket meginterjúvolunk, hogy mire van szükség, és ők is abszolút mértékben támogatják az egészséges életmódot, úgyhogy tulajdonképpen ez ennek a jegyében dőlt el, hogy minden évben ugye sportszereket adományozunk, hiszen a környező iskoláknak a lehetőségei azok ebben a tekintetben, a sportszervásárlás tekintetében viszonylag limitáltak. Több mint 250 családon segítettek Pécsett a keleti városrészben csütörtökön. A személyigazolvány bemutatása után egy tartós élelmiszereket és édességet tartalmazó csomagot vettek át a rászorulók. A rendezvényen Páva Zsolt elmondta, már sok éves hagyomány, hogy a Hősök terén segítenek a családoknak. Énekszóval fogadták a gyerekek a rászoruló családokat Pécsett a keleti városrészben. A Hősök terén több mint 250 család juthatott hozzá egy-egy élelmiszercsomaghoz. A rengeteg szatyorban különböző tartós élelmiszerek és édességek lapulnak. Szaloncukor, a ráma margarin, ugye a gyerekeknek gyümölcs, meg ilyen konzervek, meg ilyenek, ugye. A legtöbb családnak nagy segítséget jelent egy ilyen csomag az ünnepek előtt. Nekem egy kislányom van, 3 éves, most tölti a 3. életévét májusban, és azért így jó a segítség, főleg a mai világban. Hogy hol van, hol nincs, állandóan csak ígérgetnek valamit, de sehol semmi. Jó ez a kis segítség is azért, főleg az ünnepek előtt. A csomagok kiosztását Hoppá Péter és Páva Zsolt végezték. Pécs polgármestere elmondta, már sok éves hagyomány, hogy a keleti városrészben élőknek ilyen módon segítenek a karácsonyi időszakban. A környékbeli lakók, tehát a keleti városrészben rászorultaknak van ilyen korosztás, és természetesen ez egy olyan módon történő csomagosztás a szociális területen dolgozó kollégáink felmérik, hogy melyik családok nál van szükség ilyenfajta segítségre. Az élelmiszerosztás lebonyolításában a Híd gyülekezete is támogatta a kezdeményezést, amiért külön köszönet jár, tette hozzá Páva Zsolt. Több tucat településen alakítanak ki mini bölcsödéket. Az összesen 656 millió forintos támogatásból 69 önkormányzat hozhat létre egy vagy két csoportos intézményt, közölte Berczi Kábel kincstárért felelős helyettes államtitkár. A költségvetési forrásokra azok a 10 000-nél kevesebb lakosú települések pályázhattak, melyeken nem működik sem bölcsöde, sem mini bölcsöde, és a 3 évesnél fiatalabb gyermekek száma meghaladja a 40-et. Ünnepekkor a legtöbb család asztalára jó minőségű bor kerül, de sokan ajándékba is vásárolnak szeretteiknek, ismerőseiknek, üzlettársaiknak néhány palackkal, írja a Magyar Idők. Egy felmérés szerint a teljes belföldi forgalom mintegy 13%-át teszik ki az ajándékba vásárolt italok. A kutatásból kiderül az is, hogy a vásárlók odafigyelnek arra, hogy milyen bort adnak ajándékba. Erre átlagosan 2-szer annyit hajlandóak költeni, mint amikor saját fogyasztásra vásárolnak. Varga Máté, a Varga Pincészet kereskedelmért felelős tulajdonosa szerint a forralt bornál is fontos, hogy megfelelő minőséget válaszunk, ugyanis a kellemes ízhatást a bor fogja leginkább meghatározni. Következő állomásához érkezett a Pécsi Polgári Szalon Cirfandli esték beszélgetés sorozata. Szerdán azonban az eddigi gyakorlattól eltérően maga a kérdező került a vendég szerepébe. Hopál Péterrel a szalon elnöke Lengvárszky Attila beszélgetett. A Cirfandli esték beszélgetés sorozat eddigi 3 állomásának vendégei minden alkalommal egy-egy eltérő művészeti ágból érkeztek, és egy pohár pécsi cirfandli mellett beszélgettek Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkárral. Kérlek szépen, hogy foglalj helyet itt közöttünk. Nem így történt ez szerdán, a sorozat 4. estéjén. Most ugyanis az eddigi moderátor került a kérdések keresztüzébe. Ez a felállás már akkor felmerült, amikor a cirfandli esték ötletével Hoppál Péter felkereste Lengvárszky Attilát. Akkor azt mondta, hogy rendben van, ő ebbe beleáll, nagyon örül a felvetésemnek, ő is régóta gondolkozik ezen, hogy kell egy ilyen sorozat, de egy feltétellel, hogy a 2 szemeszter között egy beszélgetés erejéig hadd legyen ő az én kérdezőm, és mutassuk azt is meg, aki kérdez. Úgyhogy ez az Attilának az indulás pillanatában feltétele volt, hogy csak így vállalja. A polgári szalon elnöke 4 nagy témakörben faggatta az államtitkárt szerdán. Beszélgettek a gyermekkorról, a szakmáról, politikáról és a családról is. Aki közéleti ember, aki politikus,
ezen azt értem, hogy a polisz ügyeivel foglalkozik, mint a régi görögöknél, az valójában milyen tartás, milyen indítatás, milyen tartalom és milyen attitűd van mögötte. A népszerű beszélgetés sorozat januárban folytatódik tovább. Bemutatóra készül a Pécsi Nemzeti Színház opera tagozata. Egy különleges, az operett és az opera határán mozgó darab kerül a repertoárra. Ifjabb Johann Strauss a Denevér című alkotását 22-én este láthatja először a közönség Almási Tóth András rendezésében. A két szereposztásból éppen a fiatalabb próbál. Eisenstein szerepében Kis Tivadar, barátja Fálke karakterét Erdős Attila alakítja. Mindketten Almási Tóth András rendező tanítványai voltak a Zeneakadémián. Almási a Holdbeli csónakos után most a Denevért vitte színpadra a Pécsi Nemzeti Színházban. Ez a történet a 19. század végi Bécsben játszódik. A freudista bécsi világból ered maga a történet, és ez mára áthelyezve az emberi viszonyoknak a valóságtól való elrugaszkodását nagyon, nagyon szépen meg tudja fogalmazni. Tehát az, hogy felvárjuk magunkat és a másikat, és magunkat a másik előtt, az nem egy egyszerű feladat. A díszletben és a jelmezben is a kortalanságra törekedtek az alkotók. Egy picit visszaidéz valamit az operett eredeti korából, a szecesszió környékéről. A jelmezek azok is hasonlóak, tehát hogy egy mai felfogásban, de azért vannak benne olyan jellegek, amik visszaidéznek valamit a 20. század elejének a látványvilágából. Tehát hogy egy ilyen keverék, de van benne Farmer is, meg van benne Börzseki. A rendező kiemelte, ifjabb Johann Strauss operettjének bemutatása azért is különleges feladat, mert műfajilag nem egyértelműen opera vagy operett, illetve dramaturgiájában a musicalekre is hasonlít. Az előadás december 22-től látható a Pécsi Nemzeti Színházban. Rekordidő alatt készült el a Kertvárosi Sportpark a Diana téren. Csütörtök délelőtt adták át a szabadtéri testerősítés segítő beruházást. A kormányzat sportpark programjának keretében építették ki a pécsi létesítményt 10 millió forintból. Ma a magyar felnőtt lakosság kevesebb, mint 10%-a mozog rendszeresen, ezt szeretnék növelni a sportparkok létesítésével országszerte, így Pécsen is. Az egyik szabadtéri erősítőeszközt próbálja ki ez a férfi a pécsi Diana téren csütörtök délelőtt. Kertvárosban adták át a sportparkot. Nagyon hamar, kevesebb mint 2 hónap alatt ez elkészült, úgyhogy ma ünnepélyesen is átadjuk a pécsieknek és a kertvárosiaknak. Bízva abban, hogy ezzel egy folyamatot indítunk el, hiszen a célunk az, hogy minél több városrészben, minél több lakótelepen, minél több hasonló létesítmény szolgálja a pécsieket. Hiánypótló beruházást adtak át csütörtökön, mondja a terület önkormányzati képviselője. A város egyik legsűrűbben lakott területén vagyunk éppen, és ez a létesítmény több ezer pécsi polgárnak biztosíthat, kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és időseknek egyaránt ingyenes, és nap 0-24 órájában hozzáférhető sportolási lehetőséget a szabadidejükben. Egyre népszerűbbek a szabadtéri kondiparkok a város sportcégének vezetője szerint. Ez tapasztalható Pécsen is. Hogyha elkezdenek az amatőr sportolók vagy a mozgás szeretők a jégpályára egy kicsit elmennének sportolni, vagy netán síelni mennének, ahhoz nagyon fontos, hogy egy kicsit fölkészüljenek ezekhez a mozgásokhoz. Ez azért jó ez a park, mert igazából bárki használhatja egy futás után, futás előtt. A kormányzat sportpark programja keretében alakították ki a Diana tér közelében a szabadtéri edzőparkot. A 10 milliós állami beruházásban 15 korszerű eszközt telepítettek a parkba, amelyeken mintegy 140-150 féle gyakorlat végezhető. Tolnai Somogy megye híreivel folytatjuk. Részvételi rekordot döntött a nemzeti konzultáció, minden korábbinál többen töltötték ki a kérdőíveket. A tapasztalatokról Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár sajtótájékoztatón számolt be. Minden eddigi rekordot felülmúlt a nemzeti konzultáción való részvétel.
Ezt mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár Kapos Szekcsön. Több mint 2.300.000-en vettek részt a nemzeti konzultációban, összesen egyébként 2.349.991-en. Ebből interneten 178.491-en adták le a konzultációs, vagy küldtek vissza konzultációs ívet. Nem csak visszaküldték az íveket a magyarok, hanem javadészt egyet is értettek a kormánnyal. Potápi Árpád János szerint a minden rekordot felülmúló óriási részvétel jelzi, hogy pártokon átívelő ügyről van szó, amit az ellenzéknek is érdemes lett volna elfogadni a magyar emberek vélemény nyilvánításának támadása helyett. Magyar emberek támogatása mindennél többet jelent és nagyobb erőt jelent a kormány számára. Láthatjuk azt, hogy ez a nemzetközi porondon is mennyire megerősíti a kormánynak a pozícióját, illetve azt a véleményt, amelyet most már két éve folyamatosan mondunk. A Fidesz a nemzeti konzultációval párhuzamosan egy tájékoztatási akciót is indított annak érdekében, hogy elmondják véleményüket a soros tervről, és meghallgassák az emberek álláspontját ezekről a kérdésekről. Az elmúlt hetekben az országjárás keretében összesen 208 nyilvános fórumot tartottak 164 településen. 57 előadó részvételével is csak nem 40.000 emberrel találkoztak. 1,3 köbméter fát kapnak a rászorulók Kaposszerdahelyen. Idén 32 család jut ilyen módon ingyenes tüzelőhöz. A fa összértéke meghaladja az 1 millió forintot. A település polgármestere Prépost László úgy fogalmazott, a nehéz anyagi körülmények között élők számára minden évben nagy segítséget jelent a fa. Somogy megyében összesen egyébként mintegy 300 millió forintot fordíthatnak a falvak fa vásárlására a belügyminisztérium által elnyert pályázatnak köszönhetően. Fával megpakolt utánfutó érkezik a Virág családhoz. Hárman laknak ebben a kis házban nehéz anyagi körülmények között. Kiskor unokám van, aki most 6 éves, 19 éves nagylányommal. Jelenleg munkanélküli vagyok sajnos, úgyhogy a nagylányaimnak a segítségéből élek. 4-5 köbméternyi fát tüzelnek el egy télen, ami anyagilag megterhelő a család számára. Ez a tűzifa, ez meg nekünk egy nagyon nagy ajándék, mert hogy ebben sajnos minden évben szükségünk van, mert ha ez nem lenne, hát igen, nagyon nagy anyagi gondokat okozna. Idén összesen 55 köbméter fát osztanak ki a településen 1 millió forint értékben, így megkönnyítve a nagy családosok és a nehéz anyagi körülmények között lévők életét. A alanyi jogon a három gyereket egyedül nevelő, illetve a három gyereket nevelő családok alanyi jogon kapnak, illetve különböző feltételrendszereket állapítottunk meg, de a többnyire inkább a szegénység, az alacsony jövedelem. Nem csupán Kaposszerdahelyen jelent nagy segítséget a szociális tűzifa, hanem az egész megyében. A belügyminisztérium pályázatára évről évre több település jelentkezik, hogy a rászorulók számára biztosítani tudják a téli tűzifát. A tavalyi esztendőben mintegy 230 millió forint jutott Somogy megyébe, és 212 település pályázott. Idén már megközelíti a 240 település, tehát gyakorlatilag az 5000 lélekszám alatti települések mindegyike pályázik, és közelítünk a 300 millió forinthoz. Országosan ez az összeg meghaladja a 3 milliárd forintot. Kígyózó kocsisorok, megtelt parkolók is jelzik a nagy forgalmat az üzleteknél, sokan hagyják az utolsó napokra a karácsonyi bevásárlást. Nem árt azonban körültekintőnek és tájékozottnak lenni, hiszen egy rosszul megválasztott ajándék öröm helyett bosszúságot is okozhat. Érdemes tudni, hogy milyen visszavásárlás vonatkozhat az adott termékekre. Nagy a forgalom Kaposvár belvárosában az áruházaknál. Vannak, akik most szerzik be még az ajándékokat, vagy az ünnepi menühöz az élelmiszereket. Karácsonykor általában játék, ruha és műszaki cikk kerül a fa alá. A remények szerint hibátlan minőségben és méretben. Ezt meg szoktuk nézni, hogy van-e lehetőségre cserére. Kérdezik is? Mi kérdezzük, amikor vesszük meg az árut, akkor megkérdezzük, hogy mi a lehetőség arra, hogyha nem tetszik, vagy ha nem jó valamilyen formában, hogy módunkba áll-e a cserére, vagy pénzt adnak-e majd vissza. Ezt tanácsolja a fogyasztóvédelmi szakember is, hiszen ekkor sok bosszúságtól tudjuk megkímélni magunkat és a megajándékozottat egyaránt. Érdemes tudni, hogy a bruttó 10.000 forint feletti értékű műszaki cikkekre egy év jótállási idő vonatkozik. Blokk ellenében van lehetőség ezen idő alatt reklamálni.
Mint az Brandmüller Zsoltné mondja, a műszaki cikkek esetében érdemes a vásárlást követően, még az ajándékozás előtt kipróbálni a terméket. Ha ekkor kiderül, hogy hibás, van idő és lehetőség azt cserélni. A jótállásra kötelezett termékek esetében van egy többlet garanciája a fogyasztónak, ez pedig a 3 munkanapon belüli csere szabálya, ami annyit jelent, hogy ha a terméknek olyan hibája van, ami a rendeltetésszerű használatot akadályozza, abban az esetben az üzletnek kötelezettsége kicserélni ezt a terméket egy ugyanazzal a paraméterekkel rendelkező másik termékre. Gyakori probléma, hogy a karácsonyi ajándék nem tetszik, vagy nem megfelelő méretű, esetleg van már egy ugyanolyan. Az ünnepek után van lehetőség visszavinni a terméket az adott boltba. Az üzletek azért gyakran vállalják azt a lehetőséget, hogy ezeket az ajándékba kapott termékeket meghatározott időn belül visszacserélik. Ez egyébként jogszabályilag nem kötelezettsége a kereskedőnek. Úgy tapasztaltuk az elmúlt években, hogy üzletpolitikai okokból biztosítják ezt a lehetőséget. Ami nagyon fontos ebben az esetben, hogy ekkor is tudnunk kell igazolni azt, hogy azt a terméket az adott üzletben vásárolták. Hogy ott csere lehetőséget, ajándékutalványt vagy levásárlást ajánlanak-e fel, az a kereskedő múlik, szabadon dönti el. A tapasztalatok szerint egyébként az üzletek 15-30 napot biztosítanak a nem tetsző vagy nem megfelelő karácsonyi ajándékok visszavételére. A Balassa János Kórház újszülött osztálya számára rendezett gyűjtést az Atomerőmű KSC Szekszárd kosárlabda csapata. A szurkolók adományai jelentősen meghaladták az elmúlt évit, hiszen a csapat sikeres szereplése mind több szurkolót vonz a csarnokba. A kórház ebben az esztendőben a karácsonyi jótékonykodáson túl jelentős társadalmi segítséget kapott, mondta Németh Csaba igazgató. Hétről hétre szurkolnak nekünk, hogy mindig valami nemes cél érdekében működjenek közre. Mondja Szabó Noémi, a KSC Szekszárd szakmai igazgatója a népes szurkolótáborról, akik a csapat felhívására adakozni kezdtek a régi partner, a Balassa János Kórház megsegítésére. A jó szereplés, hiszen vezetnek a bajnokságban, több nézőt is hozott, ami több adományt is eredményezett. Sokkal több az ajándék, minket is meglepett mindkét jótékonysági akciónk, hogy milyen sokan hoztak, először labdákat kell dobálni, meg szaloncukrot egy másik intézménynek, most pedig ugye az újszülött osztálynak mindenféle pelenka, popsi törlő, pléd, és nagyon sok ajándékot hoztak az emberek. Jelentős társadalmi összefogás jelentkezett ebben az esztendőben, bár eddig sem panaszkodhattunk, mondta Németh Csaba az ajándékok átvétele kapcsán. Korábban is, de az idejében különösen nagyon-nagyon sok támogatást kapott a kórházunk, és különösen a gyerekosztálya. A támogatóknak a sorát nem is lehet végigmondani, olyan sokan voltak, és ezúton is. Elnézést kérek mindenkitől, hogy nem tudom nevesíteni, de minden támogatónknak nagyon szépen köszönjük a nekünk felajánlott segítségét. Ezt a jó cél érdekében fogjuk felhasználni, és bízunk benne, hogy a jövőben is méltónak tartanak bennünket a támogatásukra. Szabó Noémi azt mondja, ami most a csapat körül zajlik, az nem csupán sportszeretet, hanem társadalmi esemény. A nézők pedig első kérésre támogatják a klubvezetés törekvéseit minden jótékony kezdeményezésre. Ezzel szeretne valamit visszaadni a KSC abból a közösségi összefogásból, amely hétről hétre sikert hoz a pályán is. A régió hírei után a legfontosabbak következnek egy-egy mondatban. Kulturális támogatás, gazdasági megerősítés, évet értékelt az államtitkár Pécs képviselője. 300 iskolás vett részt a futóversenyen, a befolyt összegből kaptak sportszereket Királyegyházán. A kérdező került a vendég szerepébe, folytatódott a Cirfandi esték beszélgetés sorozat. Új helyszín Pécsen a szabadidős sportolásra, átadták a Kertvárosi Sportparkot. Pénteken északnyugat felől több helyen felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. A szél több felé megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalban -5, +3, délután 0-8 fok várható. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, viszontlátásra!